Covid oltások mellékhatásai miatt egészségkárosodást vagy halált szenvedők, illetve családjuk számára állami kárpótlásra nyújt be országgyűlési határozati javaslatot a Mi Hazánk mozgalom, mivel jelenleg nem vállal felelősséget sem a gyártó, sem az oltások felvételét közvetlenül vagy közvetve kötelezővé tevő állam, sem pedig a vakcinák beadását biztosító intézmény. A koronavírus elleni feltételes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok miatt elhunyt személyek hozzátartozói egyszeri 10 millió forintos kártérítést, és a legkisebb gyermekük 18 éves koráig az átlagbérrel megegyező életjáradékot kellene kapjon a család, míg az egészségkárosodást szenvedők annak mértékével arányos, méltányos kárátalány összeget a Mi Hazánk mozgalom indítványa szerint. Elfogadhatatlanok a kormányzati titkosítások, az oltások hatásfoka és mellékhatásai következményei tekintetében, ahogy sajnos a megrendelők és az oltóanyaggyártók közötti szerződések termékfelelősségre vonatkozó rendelkezései sem nyilvánosak. A koronavírus elleni oltásokat gyorsított szükséghelyzeti engedélyezési eljárás keretén belül vizsgálta az Európai Gyógyszerügynökség, illetve az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet, és az engedélyező hatóság ezen vizsgálatok eredményére tekintettel adta ki a vonatkozó feltételes forgalomba hozatali engedélyeket. Nyilvánvaló, hogy az ilyen gyorsított eljárásokban engedélyezett vakcinák alkalmazása során a mellékhatások nagyobb kockázattal vezetnek egészségkárosodáshoz, illetve akár sajnos fatális következményhez. De ha a kormány azt állítaná, hogy nincsenek egészségkárosító következményei az oltásoknak, akkor nem kell féljen támogatnia ezt a kártérítési javaslatot, melynek nyugtató üzenete is volna a társadalom számára, egyfajta életbiztosítást is jelentene az oltásokkal kapcsolatban. Amennyiben viszont elutasítják a Mi Hazánk mozgalomnak ezt a javaslatát, az komoly kérdéseket vet fel az oltások kockázatával kapcsolatban.